Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, egy újabb fehérvári beszélgetésekben. Ugye a mostani helyzet tényleg az életünk minden részére, minden területére ráteszi, rányomja a bélyegét, gondolunk itt a digitális távoktatásra, amelyben, ahogy hallom, a szülőket tényleg több esetben megőszülnek, rányomja tényleg az életünkre, aki eddig mondjuk aktív ember volt, vagy aktív emberként működött közre, valamilyen úton, módon most passzívabbá kell válni az élet minden területén, és természetesen az autózásra ugyanúgy rányomja a mostani helyzet a bélyegét. Ebben a műsorban pont erről szeretnék beszélni, tipikusan a fehérvári autózásról, egy fehérvári autószerelővel. Vendégem a stúdióban Polgár Tibor, Polgár Tibi, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel, szia! Hello, szia! Üdvözlöm a tévénézőket! Köszöntelek téged még egyszer nagy-nagy szeretettel. Autózásról beszélünk, mint a Vörös Marti Rádióban, az Autó Fitnessben, csak ugye egy tévés változatban a mostani helyzetről. Első kérdésem az lenne, hogy hozzád elég sokan járnak különböző korú nemű emberek. Mit vettél észre manapság, hogy mennyire nyomja rá a bélyegét az autózásra? Mondjuk abban a tekintetben kérdezem, hogy mennyire viszik most az emberek ebben a helyzetben aktívan az autójukat különböző gondokkal, problémákkal? Egy picit csökkent a forgalom, mindenképpen elmondható. Annak ellenére, ugye, hogy a benzinárak, üzemanyagárak csökkentek, de ugye nem használják annyit az autót. A bevásárlásokat gyorsan megoldják, és általában minden autó parkolóba pihen, azt észre lehet venni a város forgalmán. Igen, igen. Én is itt most, hogy jöttem át a városon, pikpak egy lámpaváltással végre tudtam jönni. Úgyhogy hát kevésbé kopnak a fékek, kevésbé kopnak a kuplungok, meg az egyéb alkatrészek, és ezáltal a műszaki vizsga is valamilyen szinten ugye feloldásra került. Tehát én egyébként kimentem tegnap, megkérdeztem a vizsgaállomást, hogy van-e műszaki vizsga. Tehát van, lehet vinni műszaki vizsgára autót, de most nem kötelező. Tehát amíg a vészhelyzetet nem oldják fel, addig nem kötelező az autó műszaki vizsgálatát megcsináltatni, csak utána kell 15 napon belül elintézni ezt. Én azt javaslom azért, hogyha valakinek tényleg az egészségi állapota meg egyéb problémája nincsen, akkor azért érdemes a vizsga lejártát azt nekünk jelezni, mert amíg ugye nincs kijárástilalom vagy egyéb szorítás nem lesz ez ügyben, addig érdemes a műszaki vizsgát is megcsinálni, mert azonban utána a 15 nap nagyon kevés lesz, hogy azt a rengeteg autó, aminek most időszakos vizsgálata lejár, hogy azt utána meg tudjuk oldani. Másik kérdésem az lenne, még ez fűződik úgy nagyban, igen, hogyha észreveszel egy hibát az autón, kisebb-nagyobb hibát. Ebben a helyzetben nyilván gazdaságilag azért nem feltétlen jó dolgokat prognosztizálnak, vetítenek előre, az emberek takarékoskodnak, spórolnak. Mennyire bevállalósok ebből a szempontból? Jó van, nagyobb munka, több pénzbe kerül, akkor csináld meg esetlegesen nyugodtan. Hát az az igazság, hogy megpróbálom azért rábeszélni az ügyfeleket, mert vannak olyan dolgok, amihez kétszer ugyanazt meg kellene bontani. És hogyha most teszem azt, hogy csak mondok egy példát, nekiállunk egy vezérlést kicserélni, tehát egy vezérműszíjat kicserélni, akkor le kell venni esetleg egy motortartóbakot. Na most az a motortartóbak valószínűleg el van öregedve, ki van szakadva, akkor javaslom az ügyfélnek, hogy egyúttal akkor az is legyen kicserélve, és akkor nincs az, hogy két költséggel jár a dolog. Persze, így van. Még ha egy kicsikét most megterhelőbb is. Most pont egy autónál ez történt, ott mondjuk egy ilyen 12 ezer forinttal növelte meg a költséget. Persze, most minden forint számít, főleg akinek ugye nincsen komolyabb tartaléka, mert még sajnos Isten tudja, még elég jól az elején járunk, hogy itt még mi lesz, de hát azért az is fontos, hogy az autóból a motor ne essen ki. Alkatrészellátottság mennyire megoldott? Hát ugye most talán az autós boltok is, mind egyéb üzletek, fodrászatok, meg egyéb szolgáltatók 3 órakor kötelesek bezárni. Mi is 3 óráig dolgozunk. Valójában így leszükül. Tehát pont benn voltam ma is alkatrészél, és mondta a beszállító, hogy most már csak reggelente szállítanak ki. Hát reméljük, hogy még azért próbáljuk húzni, amennyire tudjuk. Én is azt tettem, hogy elég sok autót megpróbáltam, amik ott voltak nálam felhibázni, és ahhoz az alkatrészeket legalább beteremteni, hogy még azok elkészüljenek. Még nehogy aztán, ha nagyobb probléma lesz már, akkor nem tudjuk megoldani. Hogy ebben a műsorban szeretnénk azért gyakorlati jó tanácsokat is adni, ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy nyilván nem csak a lakásunkat, kezünket, az autónkat is tisztán tartsuk, fertőtlenítsük. Rengeteg dolgot lehet olvasni a neten, sőt, ugye most már, hogy látjuk, mint mindenre, hiénák is rátelepedtek, különböző koronavírus elleni védelemmel ellátjuk az autóját, úgy kifertőtlenítjük, mert olyan szerünk van. Tehát azért sajnos erre is rátelepszik egy olyan üzletág, ami nem feltétlen tiszta és hiszékeny embereket, ugye erősen le tudnak húzni ezáltal anyagilag. Most olyan jó tanácsokat szeretnénk ebben a műsorban adni, amely tényleg használható, és amely valóban. Nyilván védelmet nem mondhatjuk azt, hogy úgy főleg teljes védelmet, de azért tudunk azért tenni, hogy nagyban csökkentsük ennek a veszélyét, és itt rengeteg dolog van nyilván az autó belsejében. Most olvastam készülődvén a beszélgetés, hogy egy autóban alapesetben 700 féle, vagy több mint 700 féle baktérium is lehet. Ezt tapasztalod. Egyébként, ha veszünk egy átlag
átlaghelyzetet. Az emberek szerinted mennyire ügyelnek az autók tisztaságára? Mit tapasztalsz? A belsőre gondolok itt elsősorban. Hát azt mondom, hogy egyre jobban javul egyébként a helyzet, tehát már nem úgy van, mint régebben, de azért még mindig van mit kivetni. Attól függetlenül én, amit megjavasolni tudok, hogy a pólenszűrőre mindenképpen érdemes most odafigyelni. Ezt korábban is a rádióban is nagyon sokszor elmondjuk, tavasszal, nyáron, ősszel, többször is, hogy a pólenszűrőt mindenképpen cseréltessük ki, a klímát mindenképpen tisztítassuk ki. Na most, hogyha itt most olyan eset van, hogy én azt javaslom, hogy ha egy mód van, azért vigyük el szerelőhöz, és ott cseréltetjük, kell kicseréltetni a pólenszűrőt, mert van olyan típus, ahol például ki kell szerelni egy gázpedált, meg egyéb dolgokat ahhoz képest, kesztyűtartót, meg egyéb alkatrészeket ahhoz, hogy hozzáférjünk egy pólenszűrőhöz, tehát egyéb megfelelő szerszámozottság is kell hozzá, tehát én azt javaslom, mindenképpen ezt szakműhelybe végeztessük el, de egy ilyen gyors sprayvel való klímatisztítás, ez is ráfér az autókra most jelen pillanatban, mert egyébként ez nagy segítség. Azt is hallottam egyébként, hogy a pólenszűrő nem engedi át ezt a vírust, és én azt is hallottam, amíg volt ez a maszk hiány, akkor pólenszűrőből gyártottak le maszkokat, és azt használták. Hát persze, mert szűrő végül is, ugye ez úgy és elég komoly, is. Tehát elég komoly szűrő, tehát én azt javaslom, hogy az autónál most ez a legfontosabb. Hát azon kívül persze természetesen műszerfal, kormány, biztonsági öv, tehát amihez sűrűen hozzányúlunk, akkor azt, meg hát én azt is tudom javasolni, hogy vannak ezek a egyszerű gumikesztyűk, akkor esetleg abba vezetni, meg kibeszállni az autóból, mert folyamatosan csak nem törölgetjük a kilincset, meg az ablaktekerőt, ha mondjuk még nem elektromos, meg hát a különböző segédberendezéseket, irányjelzőkar, meg egyéb sebváltókar. Persze, induljunk el kívülről, ugye az ember beszáll az autóba, slusszkulcs ott van a kezébe, vagy ugye be kell dugni, vagy több esetben ugye már távolról nyithatós. Kulcsnak a tisztítás, ugye ebben már van elektronika, tehát nyilván hipos vízbe azért ne dobjuk bele, annyira azért nem kell, de gondolom ilyen alkoholos törlőkendővel feltöltenítős érdemes naponta akár többször is áttörölgetni. Így van, pontosan, meg hát lehetőleg egy helyre tegyük le a kulcsot a lakásba. Tehát én nálam is van egy, hát most így nagyon nehéz megoldani, mi nálunk is most például a műhelyben a törölközőt felváltottuk csak papírtörlő, tehát az folyamatosan megy, aztán külön egy tárolóedénybe, kéztert feltöltlenítő gél, tehát egyéb dolgokat is bevetünk. Én az autóban minden egyes alkalom egy másik gumikesztyűvel szállok be, és úgy állok be, úgy állok ki, tehát amennyire tudjuk, próbáljuk így a bajt. Ugye, hogy nehogy történjen valaminek, hogy mi se vigyük tovább esetleg. Ugye megvolt az autónak a slusszkulcsa, kilincset rengetegszer megfogjuk, akár kívül, akár belül. Kívül mivel tisztítsuk, ugye, mert nyilván nem mindegy, hiszen gondolom valami rongálhatja azért a festék meg a lakréteget is. Hát én azt mondom, hogy még ez az egyszerű ablaktisztító, hogyha azt egy ilyen papírtörlőre ráteszünk, azzal, az is alkoholos, az, hogy gyönyörűen letöröljük, akkor azért az... És az nem tesz kárt. És az, nem tesz, az biztos, hogy nem tesz kárt, mert ugye ezt az ablak tisztítót, ezt ugye szoktuk permetezni is a szélvédőre, az rámegy a fényezésre, semmi probléma nem lesz vele. Mm-hmm. Tehát sokkal erősebb az autó fényezése, mint hogy ennek az alkohol tartalma, de azért mégis fertőtlenít. Így van. Akkor belső kilincs az lehet ugyanezzel, ugyanígy, gondolom, ugyanígy. Nagyjából. Végül is valójában mindent le lehet ezzel fertőtleníteni, vagy pedig amit egyébként is használunk, ugye kézmosáshoz, ezek a fertőtlenítő gél, ezzel nyugodtan egy kis papírt rá, és akkor azzal áthúzzuk. Oké, ben vagyunk az autóban, beültünk az autóba, hogy a kormányt fogjuk folyamatosan. Kormányra mit javasolsz? Ugyanez a megoldás maradhat esetlegesen? Ugyanez a megoldás nyugodtan mehet szerintem. Tehát itt most mindenképpen én azt javaslom, hogy ilyen alkoholos anyagokat használjunk. Természetesen nem ilyen durva, mint neki áll, és a műanyagot megmarja, de ezt az egyszerűbbet és ezzel lehet takarítani, úgyhogy azért elkerüljük a bajt. Műszerfalon is nyilván ugye rengeteg baktérium megtapadhat. Hát igen, ez vannak különböző ápolószerek. Én a műszerfalnál mindenképpen azt javasolnám, mert azért a műszerfal már más anyagból van, főleg amelyik még esetleg ilyen bőrözött. Tehát nem ezek az újabb tiszta műanyag, hanem ez a bőrözött, bár én a műanyagnál is találkoztam olyannal, hogy egy erősebb anyag megmartad. Tehát erre külön érdemes odafigyelni, tehát ott ne álljunk neki mindenféle komolyabb vegyszerre, hanem arra megvan, lehet kapni az autósboltokban ilyen anyagot, amivel át lehet törölni. Sebességváltó, akkor ugyanezzel az anyaggal át lehet törölgetni nagyon szépen. Ott vannak még az ülések, olvastam azt is, hogy érdemes porszívózni, illetve alkoholos törlőkendővel azt is érdemes az ülés húzatot áttörölgetni. Hát igen, a húzatokat azt mindenképpen egy jó erős porszívózás, amelyik meg bőrülés, hát ott pedig ilyen bőrápolós anyaggal az érdemes mindenképpen áttakarítani, mert az ugye a bőrön különösebben nem tudsz mit porszívózni, ott mindenképpen bőr
ápolós anyaggal kell áttakarítani. Uh-huh. Olvastam még, hogy az autóba utazunk, akkor érdemes mondjuk, nyilván nem tudjuk ki az, aki fertőzött, ki az, aki nem, akkor tényleg érdemes, ha már többen mondjuk az autóban felvenni a maszkot például. Ugye neked Svájcban van érdekeltséget, családtagodott például, hogy a szabályt is hoztak, ő mondta most ezt. Igen, neked. Ott bekeményítettek, ott most már csak két személy tartózkodhat egy légterben, egy autóban. És ott is úgy, hogy a vezető ugye a kormánynál, és az utas az pedig a hátsülésen foglalhat helyet, tehát meg egymás mellett sem ülhetnek. Uh-huh. Tehát ez most egy új, ez azt hiszem, hogy ma vagy tegnap jött be Svájcba, ezt telefonon kaptam ezt az infót, úgyhogy erre nagyon odafigyelnek, és hogyha valaki ezt a szabályt megszegi, akkor nagyon komoly büntetést rónak ki rá. Persze, ugye fontos a személyes kontaktusokat, amennyire lehet lecsökkentsük. Tankolás nagyon-nagyon fontos, ugye ott is érdemes, most még jobban, amúgy is érdemes szabályokat betartani, tehát az ember ugye megfogja a pisztolyt, utána alap esetben is érdemes megmosni a kezünket, de ez hatványozottan igaz most. Így van, hát találkoztam olyan benzinkúttal, ahol tettek ki ilyen műanyag, ilyen, mint a zacskó, mindenhol a kenyeres pultnál leveszed, és akkor az, tehát már ilyet is tettek ki, én találkoztam ilyen benzinkútnál, hogy akkor azt felhúzod, és akkor úgy fogod meg a ugye a pisztolyt, aztán van, amelyiknél ez nincsen, hát ott meg természetesen egyértelműen, ha nincsen olyan lehetőség, hogy most hirtelen bemenjünk a mosdóba és kezet mossunk, akkor meg érdemes ezt az alkoholos kéztörlőt az autóban tartani, és akkor azzal áttörölni a kezünket. Így van. Úgyhogy a tankolásnál erre kell odafigyelni. Igen, meg mondták, azt is olvastam, hogy szintén jó taktik, hogy érdemes most az autót, lejjebb mentek az üzemanyag árak. Nyilván valaki így sem tudja megtenni, teletankolja, de érdemes most teletankolni, hogy minél kevesebb szer kelljen benzinkútra. Igen, járnunk. Csak ugye itt most van egy hátulütője, uh-huh. Ugye ne feledkezzünk el, nem túl régen beszélgettünk ugye az E10-es benzinekről, hogy annak... Tehát az azonban, hogyha sokat áll és nem használjuk az autót, akkor az pedig kocsonyásodhat, tehát megint nem teszünk jót. Uh-huh. Tehát én inkább azt javaslom, hogy azon inkább csak kevesebbet tankoljunk. Én még azt mondom, hogy itt olyan nagy kockázat nincs a benzinkutakon, azért ott elég nagy a légtér. A másik pedig az, hogy ugye a kasszához úgysem mehetünk be, csak egyenként engedik be az embereket. Aki a kasszában van, most már láttam a benzinkutokon is, hogy gyönyörűen szerelik fel a pultokat ilyen plexivel, tehát hogy ne tudjál még közel se érintkezni a benzinkutassal, meg hát ő is védve legyen természetesen. Tehát én azt mondom, hogy azért nagyon ne tankoljuk tele az autót, hogyha tudjuk azt, hogy nagy távokat mostanában nem megyünk, mert ugye nincs hova, meg nem persze. Lehet. Persze. Ugye ennek van egy lelki tényező, és a koronavírusnak az emberekben azért van egy pánik hangulat. Ez tudat alatt azért nagyon-nagyon keményen dolgozik, lehet olvasni, és kevesebben vagyunk az utakon. Ugye ezáltal az ember felelőtlenebb lesz, kevesebben vagyunk, rajta van a pánik is, tehát így azért bármennyire furcsa baleset veszély is megnőhet. Igen, meg ne feledkezzünk el arról, hogy azért az időjárási változások is voltak itt. Múlt héten volt 20 fok, most mínusz fok van, tehát ezt még alaphelyzetben is nehéz lekövetni. Tehát még egy egészséges szervezetet is megvisel, nem hogy most még van azért mindenképpen, azért mindenkiben motoszkál ez a persze. Koronavírus, tehát azt tudom mondani, hogy persze koncentrálni kell és figyelni kell. Sajnos ilyenkor is vannak balesetek, útviszonyok is azért változtak, tegnap esett a hó, nedvesek voltak az utak, tehát erre oda kell figyelni, bár tényleg most közlekedő sokkal kevesebb van. Tehát azért könnyebb ellavírozni a városba és városon kívül is. Józsát, azért sokan járnak a műhelybe, ugye általában, sőt azt mondják, hogy a nyugdíjasokra idősebb korosztályra, 60-as, 70-es korosztályra, vagy attól veszélyes nagyon. Mit tapasztalsz, járnak azért még ennek ellen idősebb emberek hozzád a műhelybe? Hát rátapintottál a lényegre, én ma nagyon meg voltam lepődve, mert hát 8 órakor bejött hozzám egy 85 éves úri ember, és hozta az autóját javításra, mert őnek lejár a műszaki vizsgája. Uh-huh. És nehéz ugye ilyennek mit mondani, persze. Hát én mondtam, hogy önnek most nem itt kellene lenni. Azt mondja, ő ezt elintézi. Uh-huh. Hát nem tudok mit csinálni, ugye megírtuk a meghatalmazást, egyéb dolgokat elintéztük, és akkor levizsgáztatom az autóját, tehát nem tudok más tenni. De tényleg én mindenkinek azt tanácsolom, hogy nem kéne. Tehát most hagyjuk az autókat, meg mindent hagyjunk, maradjunk otthon, és akkor majd levonul ez a dolog, azt akkor megoldjuk, de mondom, aki egészséges és fiatalabb, azért hívom és várom, hogyha ilyen műszaki vizsgás problémája van, hogy tényleg, amikor minden már rendben lesz, akkor ne kelljen tömegesen vinni az autókat műszakira. Persze, a másik ugye az embernek, hogy az autójában valami hiba felmerül, bármi, valamilyen hangot hall, rendetlenkedik, felhív ugye téged telefonon, akkor nyilván te megmondod, hogy esetleg érdemes most elhozni, mert ezt azonnal orvosolni kell, mert ne adj Isten, bármikor kellett az autó, vagy mondjuk ezzel ráérünk. Persze távból ezt nehéz megmondani nagyon. Igen, hát például ma reggel is volt egy telefonom, hogy rászkódik az autó, meg nem akar húzni. Uh-huh.
tudom a típust és ismerem a típus hibáját, itt egy hengerenkénti trafós autóról beszélünk, gyújtótrafója ment el az egyik, tehát itt majdnem 100%-ig biztos voltam benne, hogy mi a probléma, odahozta a hölgy az autót, és orvosoltuk is, tehát aránylag hamar megérkezett hozzá az alkatrész is, valóban ez volt a problémája, ilyeneket gyorsan meg lehet oldani. Tudom egyébként, hogy a hölgy mivel foglalkozik, tehát ő gyerekekre vigyáz, mondhatni, több helyen is, tehát ő neki a mozgás kell, tehát az autó, ráadásul nem városon belül, hanem a várost is elhagyja, tehát ő neki munkaeszköz, félig meddig az autó, az ilyeneket hip-hop megoldjuk. De ahol egy az, hogy nem fontos az autó, tehát nem munkaeszköz, akkor én azt javaslom, hogy ilyenkor persze meghallgatom a telefonba, hogyha mi a probléma, persze. De akkor ilyenkor hanyagolni kell ezeket a dolgokat. A másik, amit látok, nagyon sokszor az autóban rengeteg kacat van. Ugye nagyon fontos papírzsepiket dobjuk ki, persze, de rengeteg autó fel van csicsázva belülről, mindenféle dísszel, plüssökkel, tényleg mindenféle olyan dolog, ami nem feltétlenül autóban való, csak a gazdának a komfort érzetét javítja, általa szebbnek, vagy szebbé teszi az autót, vagy ő azt gondolja. Olvastam, hogy ezeket is érdemes most ebben az időszakban azért mellőzni és kiszedni az autóból. Így van, pontosan ilyenkor az a legegyszerűbb, hogyha alap az autó, tehát semmi extra nincs benne. Mondjuk sajnos még a jégkaparónak ben kell lenni, vagy egy ilyen törlőszivacsnak ben kell lenni, de azon kívül én azt mondom, hogy most jelen pillanatban mindenféle ilyen diszeket szedjünk le, és akkor tegyük el, aztán majd a szebb jobb időkben majd vissza lehet pakolni. Igen, és még mennyire, hogy nem kezdték el sokan mondjuk a nyári guminak a cseréjét, illetve annak a feltételét. Egyébként igen, ugye ezt is beszéltük a rádióban, kérdezted is még a valamelyik múltkori adásba. Én mondtam, hogy még várjunk ki vele, bár egyébként megmondom őszintén, hogy két ügyfélnek már cseréltem nyárira. Hát persze ki tudja, hogy előre nyilván. Ezt nem lehet tudni, ugye múlt héten mondom 20 fok volt, tehát igen. Már nyugodtan fel lehetett tenni, de hát aztán visszajött a tél. Milyen egyéb jó tanácsaid lennének még, amit mondjuk nem érintettünk így ebben a műsorban az autósoknak, ami eszedbe jött a saját tapasztalat, vagy vendégek tapasztalatából, amit még kihajtunk úgy esetlegesen? Hát én azt mondom, nagyon durva lesz, amit mondok, tehát egy, hogy minél kevesebbet közlekedjünk most, minél többet legyünk odahaza. Akinek munkaeszköze, az természetesen tartsa rendbe és takarítsa folyamatosan, meg törölje, ez mindenképpen fontos. De mondom, a legeslegfontosabb az, hogy most minél kevesebbet legyünk sajnos kint, és keveset közlekedjünk, csak amit tényleg nagyon-nagyon muszáj. Így van. Mindenkitől megkérdezem a műsorban, és nyilván megkerülhetetlen a téma, jó tanácsokat, tippeket adva mindenkinek, meg felhívna tényleg a probléma súlyosságára az emberek figyelmét, hogy nálatok otthon milyen szabályok vannak a lakásotokban, mondjuk a higiénés szempontokat most szem előtt tartva. Hát a folyamatos kézmosás, tehát az folyamatosan működik. Hát párom egyébként is ugye folyamatosan, ő nagyon szereti a hipót, tehát a Domestos, meg az ilyesmi. Tehát alapvető tisztaságmániás, igen. Valamilyen szinten, tehát nálunk ezzel így le is zúgott, tehát valamelyik nap is, mintha valami vegyszerboltba mentem volna be, tehát olyan volt a lakás. De hát most jó is ebben a helyzetben megnyugtató azért, van, persze. Meg hát egyértelmű, hogy ilyenkor plusz még fokozottan erre oda kell figyelni. De mondom, a kézmosás, ami kézmosás, arcmosás, ez nagyon fontos, akárhányszor az ember beteszi a lábát, meg hát kintről, úgyhogy ez mindenképpen. Ez. Maszkok kapcsán mit tapasztalsz egyébként, hogy vendégek mondjuk mennyire használják, akik hozzád betérnek a műhelybe például, vagy nektek van-e otthon? Úgy maszkban még nem jött be hozzánk senki a műhelybe, de egyébként mindenkinek volt az autóba egyébként, tehát mert hogyha tudják, hogy ott kell hagyni az autót, akkor ő neki buszra kell szállni. Igen. És így már ott van mindenkinek egyébként, vagy az ülésen volt, vagy a boxba, de mindenkinek ott volt a maszk. Nagyon fontos még, hogy egy kicsit most eltérvén így az autózástól, hogy ugye mondják egészségügyi szakemberek, hogy most, hogy nagy otthonmaradásban, hogy érdemes tényleg otthon is valamilyen úton, módon aktívnak lenni, aktívnak maradni, jobb hiányt takarítani például, meg ugye a táplálkozásra is azért, hogy odafigyelni, több vitamint bevinni, több zöldséget. Nyilván nem, mint ezzel a legnagyobb védelmi erő a koronavírus ellen, de azért érdemes ezt megfogani. Csináljátok ezt egyébként? Így van. Tehát én tényleg egyébként vitamint azt minden este, tehát azt szigorúan abból nem engedek. Én valamikor a citromot is simán szépen fogom lehéjazom, mert lehet, van olyan bolt, amikor néha lehet kapni ezt a bio citromot, akkor azt ugye föl lehet karikázni, héjastú, szőröstű, böröstű meg lehet enni. Ugye megmosott állapotban persze. Természetesen, de amelyik ugye nem ilyen, azt meg szoktam pucolni, és akkor úgy szépen.
megeszem, és akkor így megvan a vitamin belétel. Azt szoktam kérdezni, hiszen mindenkinek van egy kis házi praktikája, abból össze lehet rakni egy elég jó, egy elég nagy csomagot. Nyilván jövőt nem jó találgatni, nem is tudjuk, hogy mi lesz a jövőben. Mit gondolsz az autók áráról, az autópiacról, úgy átlagban, hogy mit tartogat szerinted a jövő? Én azt mondom, hogy most jelen pillanatban, hogyha itt most hamar, gyorsan rendbe jönnének a dolgok, akkor nagy különbségek nem lennének, de sajnos nem ez várható. Uh-huh. Az én szerintem itt problémák lesznek, tehát itt már úgy mondom, hogy problémák lesznek, hogy sokkal lejjebb menni az autók ára. Hogy nem lesz akkora kereslet sem, de mondom, ez attól függ, hogy itt most milyen hosszú lesz itt ez a vészhelyzet. Uh-huh. Így van. Ezt ugye eddig volt a benzin-dízel, úgymond csata, hogy a dízelesek ára lejjebb ment állítólag több országban, Magyarországon ezt annyira egyébként én nem láttam, vagy nem vettem észre a különböző autós oldalakon, de most tényleg azt gondolom, valaki mondjuk autót akar majd értékesíteni, hiszen kevesebb lesz az emberek pénze, tehát biztos, hogy jóval áron alul fogja majd tudni eladni az autóját. Igen, én szerintem is lejjebb húzza a piacot mindenképpen ez a helyzet, tehát ez 100%. Külföldi helyzet, ugye neked élnek családtagok külföldön, ők mit mesélnek ott, mi a helyzet? Hát az az igazság, hogy még a fiú az dolgozik, festő egyébként, festőként dolgozik. Tehát ő maszkban alapban is egyébként. Hát ő maszkban, meg persze. Teljes ruhában. Egyébként tényleg komolyan mondom, egy ilyen nylonozott, nem tudom milyen overallban van, tehát ő, ráadásul ők már ott nem is ecsettel festenek, meg teddy hengerrel, hanem ott már ilyen különböző pisztoly történettel megy, még a házfestése is, tehát ott más a történet ilyen ügyben. Azt hiszem, hogy most a leányzó is újra dolgozik, de ott azért vannak olyan dolgok, hogy tehát nem lehet, nagyon kevés órát lehet dolgozni most jelen pillanatban. Tehát ki van adva, hogy mennyit lehet összesen, de ott is valószínűleg lesznek leállások. Ez most Svájcról beszélünk egyébként, mert ott is az anyag beszállítás most már akadozik, úgyhogy ott sem lesz a raktáron anyag, és ezáltal akkor meg kell állni. Meg hát, hogyha ott is még a kiállástilalom, meg egyéb. Ugye, ahogy meséltem, ez az autós történet is, hogy csak ketten tartózkodhatnak az autóba. Tehát itt azért előbb-utóbb ugye el kell képzelni, hogy egy festőbrigád menne dolgozni, és csak a kettő mehet, a másik többi az pedig menjen vonattal, vagy pedig busszal. Műsor vége felé járunk, nagyon hamar elmegy a műsoridőnk, tehát összefoglalván akkor a mai témát az autósoknak mit mondhatunk, a kilincset nagyon fontos kívülről törölgessék le, belülről nagyon fontos, kormány, sebességváltó. A suszkusnak a helye, hogy az mindig egy fix ponttól legyen, tehát ne szanaszéjjel hagyjuk, mert ide tesszük, oda tesszük, tehát azt próbáljuk meg azt, hogy egy helye legyen a lakásban mindig, és akkor nem lesz probléma, azért azzal sem fogjuk a vírust bevinni ide-oda. És nagyon fontos, hogy ennek ellenére persze, hogy kevesen vagyunk az autó, illetve az utakon, nagyon fontos a közlekedési szabályoknak a betartása. Sokat autózol te is, tapasztaltál mostanában valami durva kiágás, mondjuk ennek ellenére? Hát az irányjelző. Tehát az irányjelző. Az még mindig, ez egy örök zöld téma. Sajnos az irányjelző az. Úgy egyébként én úgy látom, hogy most attól függetlenül, hogy kevesen vagyunk, az a nagy cikázás, meg egyéb dolog az úgy elmarad, tehát ilyen probléma nincsen. Én azt mondom, hogy aránylag a gyalogosok is kevesebben vannak azért, jóval kevesebben vannak, tehát ott sincsen probléma, a kerékpárosok is kevesebben vannak. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek ellenére még mindig volt baleset, mert pont fiamék mesélték, hogy jöttek befele, és négy autó koccant össze a piac téren, tehát azért mondom, még ennek ellenére is, hogy sokkal kevesebb az autó, mégis azért történnek balesetek. Előfordulnak és megvannak a balesetek. Tibi, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad ezeket a jó tanácsokat. Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.